Korcsvilág. Rózsaszín Mátrix. Álmos! Álmos, merre vagy? Álmos! Na a fenébe. Ha nem találom meg, Kazuja ki fog csinálni? Álmos! Álmos! Hát te miért kiabálsz, Plüsmaci? Tevin, micsoda öröm téged látni. Kicsit sem ijesztő, hogy dög nehéz robot létezre ilyen hangtalanul mögém tudsz lopózni. Kaktusz, ezerszer elmondtam. Nem robot, android. Én meg nem Plüsmaci vagyok, hanem egy puha. Attól, hogy élsz, még Plüsmaci vagy. Ennyi erővel én meg mondhatnám, hogy a gép az gép. Krumpli burgonya, egyre megy! Jól van, nekem mindegy. Álmos? Mármint én álmos vagyok-e? Dehogy is! Nem vagyok álmos, inkább éhes. Mi lesz a vacsi? Kaktusz, hol van Álmos? Álmos? Ja, az az Álmos! A kékszínű gyapjas kis ördög! Hogy de! Tudom én! Kazuja aggódik miatta. Aggódik? De ugye csak aggódik, nem mérges vagy ilyesmi, ugye? Szerinted? Már rég vissza kellett volna érnetek. Miért nem vagytok még otthon? Az úgy volt, hogy bujócskáztunk, és kiderült, hogy roppant tehetséges benne. Elvesztetted. Nem, illetve hát ez így nem igaz, csak jelenleg nem tudom, hogy hol tartózkodik. Ami jó, hisz ez a bujócska lényege, nem? Hagyjam, eldobom, és még azt mondják, a puhák jó babysitterek. Hé, igenis jó babysitter vagyok. Na persze. Kérdezd meg akármelyik lurkó völgyit vagy hercegnő halmit. Örök gyerekek és pinkmániás plázacicák. Az aztán ajánlólevél. Mit csinálsz? Miért világít ilyen furcsán a szemed? Mert bekapcsoltam az infravörös keresést. Van egy olyan érzésem, hogy nem elbújt, hanem láthatatlan lett. Mi? Ő tud olyat? Igen. És valami azt súgja, hogy nincs is olyan messze. Megvan! Ne csikíts, Tevin bácsi! Hagyd abba! Hagyd abba! Miért hagyjam abba, ha egyszer megérdemled? Nem csináltam semmi rosszat! Nem-e? Hát így megszivatni kaktuszt, az szerinted jó húzás volt? Szegény, honnan tudhatta volna, hogy te ilyet is tudsz? És ha tudja is, hogy találjon meg? Meddig akartál még láthatatlan maradni? Hát, már nem sokáig, csak vicces volt. És az is vicces, ha őt dorgálják meg a te csintalanságod miatt? Nem. Na látod, arról nem is beszélve, hogy Kazuja is aggódik érte. Kazuja folyton aggódik. És okkal. De én kint akarok játszani. Tudod a szabályt. Este a bázison kell lenned. Akkor sem akarok hazamenni. Mitől vagy ma ilyen kis flegma? Nem vagyok flegma, csak nem akarok hazamenni. És mi az oka? És a kint akarok játszani, nem válasz? Jó. Kazuja mindig megígéri, hogy tanulok majd klassz dolgokat, tőle Vitótól és Gorudótól. De nála csak kemény edzések vannak, semmi menő katonásat nem tanultam még. Vito azt mondja, még mindig túl kicsi vagyok, és még nem akar tanítani. Gorudó tényleg tanít pár szép és hasznos varázsigét, de ő meg alig van itthon. Kazuja kemény edzéseket tart, de csak azért, hogy erős nagy fiú legyél. Gorudónak pedig vigyáznia kell valakire, aki rossz társaságba keveredett. Ami pedig Vitót illeti, hát addig örülj, amíg ő maga mondja, hogy túl kicsi vagy. De ez még mindig nem minden, igaz? Szeretném, ha apu ide költözne, vagy ha legalább meglátogathatnám. Szeretnék találkozni vele. Szeretném megismerni. De Kazuja szerint túl veszélyes. És ebben sajnos igaza van. Nem kockáztathatjuk meg, hogy neked bajod essen, vagy esetleg apukádnak. Bántanák őt azért, hogy téged megszerezzenek. Úgy a legjobb, ha ő is azt hiszi, hogy elvesztél. És ha itt élne velünk? Mivel nem értené, mit miért teszünk, ezért ő itt nem lenne boldog. Tudod, nagyon sokan félreértik, mit is képviselünk. Az ő szemében mi lennénk a rossz fiúk, akik elraboltak téged. Ugye megérted? De ne félj. Egy nap minden megváltozik. És akkor együtt lehetsz apukáddal. Ígérem. Na, ülsz a nyakamba? Aha. Akkor hát gyere! Húruk! Na, indulás haza, te bundás kis ördög. És velem mi lesz? Van két lábad, használd őket. A puhákkal senki sem törődik, különösen a sötét-zöld füles macikkal. A puha az csak plüss állat, menjen csak a saját lábán.
Micsoda buta egy világban élünk, buta, buta, buta. Tevin bácsi. Igen? Neked van valakid, akit szívesen látnál, de Kazuya nem engedi, hogy meglátogass? Igen. Igen van. Mesélsz róla? Talán majd egyszer. Nem is tudom, Vito. Vito nem érti, miért nem látsz benne fantáziát. Egyszer már legyőzték ezeket a démonkiborgokat. Ráadásul hazai terepen. És eléggé könnyedén. Nem olyan könnyedén. Jó, Vito elismeri, legutóbb hibázott. Azonban egy kisebb módosítás és elpusztíthatatlan hordát faraghatunk belőlük. Még átgondolom. Megjöttem. Megtaláltad őket? Természetesen, sőt, álmos már a szobájában alszik. Kaktusz persze állítja, hogy nem az ő hibájából késtek. Az az ostoba plüssmedve. Megmondtam neki, hogy hétre jöjjenek vissza. Ha meg akarod büntetni, adod a Vitónak. Vitót mindig is érdekeltem, mitől keltek életre a puhák. Alávetném pár szükségtelenül fájdalmas vizsgálatnak. Mentségére szóljon, hogy a kék busunk nagyon rakoncátlan volt ma. Megint nem akart hazaérni, mi? Azt is tudod, hogy miért? Persze, hogy tudom. De jobb, ha Álmos itt marad, ahol az oltalom nem talál rá. Bántanák, vagy ellenünk fordítanák őt. Bölcsebb lett volna azt hazudni neki, hogy az apja is halott. Ha hazudnék neki, akkor tényleg olyan ember lennék, mint amilyennek be akar állítani az oltalom. Különben is. A hazugság előbb-utóbb megbasszulná önmagát. Kazuya biztos így a legjobb. Csak úgy lesz hűséges az ügyünkhöz, ha mindig őszinték vagyunk vele. Nem. Úgy értem, mégiscsak az apja. Persze, hogy látni akarja. Láthatja is. Amint elég erős lesz ahhoz, hogy megvédje önmagát és a szeretét, és bizonyította a hűségét. De még túl korai. Túl kockázatos. Persze, tudom én is, hogy nem lenne jó ötlet. De azért megértem őt is. Ott van valaki, akit szeret, akit nem láthat. Vito rosszat sejt. Csak nem onnan ez a nagy empátia, hogy neked is van valakid szerelmes szerkezet. Kúnyolodj csak, Csápos Csabi. Ezt te úgy se értheted. Nagyon is értem. Szimuláció, algoritmus, programok összessége. Mint ahogy azt a börtönben is mondottam. Ne kezdjétek már megint. Kazuya, én szeretnék visszatérni Hemingwaybe. Mármint nem abban az értelemben, hogy itt hagyni a forradalmat, hanem csak látogatóba. Hogy láthassam Nancy-t. Ó, az ősisten haragjára! Megőrültél? Hiányzik! A mosolya, a hangja, az érintése. Belehalok, ha nem találkozhatok vele. És még mit ott nevezik egyesek bolondnak? Azt ugye tudod, hogy most van az éves razzia Hemingwayben, és tele van oltalom ügynökökkel. Tudok vigyázni magamra. És ha mégis bajba kerülnék, ott vannak Vito fejlesztései. Ha kutyaszorítóba kerülök, azok majd kisegítenek a bajból. Körözött személy vagy, Devin. Nem érdekel, látni akarom. Nézd szembe a tényekkel. Nancy nem szeretett őszintén, számára csak egy eszköz voltál. Ez nem igaz. Szeretett, tiszta szívéből szeretett. Sőt, még most is szeret. Bődületesen naív vagy. Tisztára, mint a húgom. Meg ne sértődj, de Williams egy pasiért eladta az országát. Az országát! Ez a világ egyik legönzőbb, legkorruptabb embere. Szerinted, aki nem törődik emberek millióival, az törődni fog egy darab androiddal? Hm? Főleg úgy, hogy az ő világában nem is létezett mesterséges intelligencia, és így nem is feltétlen érti, mi is vagy te. Lehet nem értette, mi vagyok. De tudta jól, hogy ki vagyok. Ismeri a fém mögött rejlő férfit. És nem csak ismeri. Szereti is. Nem hiszem el! És fokozza! Egyre szimpatikusabb a fiúra! Tudom, hogy Vito szerint nem igaziak az érzelmeim. Szerinted pedig Nancy-é nem azok. De hadd bizonyítsam be, hogy tévedtek. Engedd meg, hogy láthassam még egyszer élőben a szerelmemet. Kérlek! Legyen. Mi? Komolyan? Megengeded? 3 nap. Lehetőleg ne kerts feltűnést. És ebből nem csinálunk rendszert. Köszönöm, Kazuya! Akkor megyek is készülődni. Vito nem érti a döntésed miértjét. Pedig egyszerű. Olyannyira elment az esze, hogyha nemet mondanék, akkor is elszökne Nancyhez. Sőt,
Lehet, hogy hirtelen felindulásból álmost is magával vinni. Így alatt tudjuk, hol van, tudjuk, mikor jön vissza. Kontroll alatt van. Tudom. Elfoghatja a Zoltalom. Ugyan? Ebben Tevinnek tökéletesen igaza volt. Vito fejlesztéseinek köszönhetően könnyedén el tud menekülni előlük. Már ha egyáltalán neki kell menekülnie, és nem fordítva. Akkor meg mire véljem ezt a hümmögést? Vitónak nem szokás aggódni senkiért, főleg nem az érzelmeiért, de valahogy most mégis. Mi van, ha Vito tévedett Tevinnel kapcsolatban, de te viszont nem tévedtél Nancyt illetően? Akkor Tevin megtanul egy kemény, de fontos leckét a szeretetről. Otthon, édes otthon. Nancy, én drága Nancy. Alig várom már, hogy láthassam gyémántként ragyogó szemeidet. Mitől ilyen csendes a város? Vajon végleg leálltak a tüntetések, vagy a razziázó oltalmasok miatt vannak visszafogva? Mi a... Na nézzünk csak bele a hátizsákomba! Ne nézzünk bele! Biztos egy szörny van benne! Én a helyedben nem engedném ki! Hali? Ó, na hát! Ez nem is az én hátizsákom! Én, Balga! Te meg mi a francot keresel itt? Vito nem akarta, hogy egyedül menj Hemingwaybe. Azért küldött, hogy védelmezzelek. Azt hiszem, bármennyire is bolond, kedvel téged. És mégis mitől védenél meg? Még álmosra sem tudsz vigyázni. Visszafoglak, hogy ne legyél túl feltűnő. És ha egy beszélő plüssállattal veszekszem, az szerinted nem lesz feltűnő? Én is ezzel érveltem, de Vito azt mondta, ha nem vállalom, akkor átalakít párnává. Nem akarok párna lenni. Azon feküdnek. Tervezőm anyja, mibe keveredtem? Amúgy meg senki se kötelezett, hogy nyílt utcán veszekedj velem. Te kis! Itt a napi újság, tessék a napi újság, hírek, pletykák, mi egymás, szenzáció, friss és napra kész. 81 éves korában meghalt a színművész, az autóversenyző jótékonykodik, Nancy Williams szeretőt tart. Gyilkosság az állatkertben, itt a friss hír, jöjjenek! Jól hallottam? Ne is mondd, mégis kigyilkolna egy olyan ártatlan helyen, mint egy állatkert. Nem az a lényeg. Kisasszony, kérnék egyet. Parancsoljon, 20 cent az ára. Hé, és fizetni ki fog? Jó ember, magához beszélek. Egy Williamshez közel álló személy megerősítette, hogy az elnökasszony titkos viszonyt folytat egy rejtélyes idegennel. Nem könyvtárat vezetek, te bunkó. Az ismeretlen szeretőről még csak az a bizonyos, hogy férfi. Minden más csak találgatás. A füleden ülsz, te csőgörény! Na jó, én hívom a zsarukat! Rendőr! Rendőr! Nem, ez... nem lehet! Túltett volna rajtam? Ilyen hamar? Nézd a jobbik oldalát! Hamarabb hazamehetünk! Ez sehogy sem stimmel, hisz Nancy én előttem csak balfékek bebotlott. Én voltam neki a tökéletes társ. Hogy találhatott... Lehet, hogy ez a közelálló személy hazudik, vagy csak nem napra készek az információi. Lehet, hogy a cikk valójában rólam szól. Csak ez lehet a magyarázat, vagy... Ő az uraim, az a Bájgúnár. Jó napot, uram, kérem fizesse ki a kisasszonyt, vagy adja vissza az újságot és távozzon. Ó, igen, elnézést, csak hát egy gyilkosság az állatkertben, ez olyan megdöbbentő. Tessék az újság. Anyád szomorú, hogy ilyen embert szült. Én pedig... Várjon, ismerősnek tűnik. Találkoztunk már? Nem, uram. Kérem az iratait. Köszönöm. Szóval, Tony Woods, Princeton, igaz? Mi dolga mi felénk, Mr. Woods? Rokonlátogatás. Úgy látom, minden stimmel. Mi van a táskában, Mr. Woods? Váltásruha, távcső. Távcső? Tudja, a túrázáshoz, a városon kívülre. Meg egy plüsmaci és egy játékfegyver. Ajándékok az unokatesóimnak. Mutassa, kérem. Sosem értettem, miért jók az ilyen cifra plüsmacik. A maci az legyen barna. Szóval azt állítja, ez csak egy játék? Igen, uram. Ha meghúzza a ravaszt, vicces hangot ad ki és világít.
Te biztos kapni mifelénk ilyesmit? Tutira, a fiamnak is van egy, ezt majd az őrületbe kerget vele. Hát nem tudom. Nekem gyanúsan modernnek tűnik. Hidd el, ez itteni cucc. Rendben, de a biztonság kedvéért átvizsgálja a Miss Pogácsa is. Elnézést, de kicsoda? Miss Pogácsa. Az én volnék. Ün. Tudom, mit gondol, Jézus, amely beszélünk, ugye? De gyorsan hozzá fog szokni. Oltalom mindenk busó birtokról. A razzia miatt besegít nekünk. Rejteget valamit, hogy így lesápadt? Nem, uram, csak hát... Beszélő kutya. Átérzem. Ne tudja meg, hogy beszartam, mikor először megszólalt. Ó, nem kell félnie. Átszakolom a táskát, és már mehet is. Lássuk. Cima. A macinak különösen finom illata van, de semmi gyanús. Jó, akkor tényleg rendben vagyunk. Köszönjük az együttműködését, Mr. Woods. És elnézést, hogy feltartottuk. De sosem lehetünk elég óvatosak. Távozhat. További szép napot. Köszönöm, biztos urak, asszonyom. Egy pillanat! Nem érzem. Mi a baj? A fickónak nincs szaga! És az mit jelent? Azt, hogy ez egy gép! Ne mozduljon! Meg tudom magyarázni. Vigyázz, megszökjük! Te jó ég, csak úgy lepattant róla a golyó! Franz, ez a gépfickó olyan gyorsan fut, hogy még a verdák is irigyek lennének. Hívjanak erősítést! Én utána megyek! Devin! Ez nagyon gyors! Devin! Rendőr autók! Le kell rázni őket! Egy utópiai levegőroller. Jó ízlésre val. Nem mondom még egyszer. Felébe. Jóságos Morris Mitchton, mivel lövöldöz? Az egy deaktiváló karabély. Ha azzal találnak el, akár percekre is offline állapotba kerülhetek. Vito elméletileg immunissá tett rá, de nem kockáztathatok. Kaktusz, a pisztoly. Mi? A fegyver a táskámban. Nem játék, csak annak van álcázva. Nyomd meg az oldalát és aktiválod. És most? Lőd ki a járgányt, én pedig begyorsítok. Ez egy puha! Sajnálom! És köszi a bókot az illatomról! Maga se volt büdös! Kapaszkodj! Miss Pogácsa, jól van? Kutya majom! Minden egységnek! Illegális bevándorlók szökésben! Egy kaukázusi férfinak átszázott androidot és egy zöld puhát keressetek! Tegyél le! Lehet hányni! Te... szivárványt hány. Igen! A puhák már csak ilyenek. Ez egyszerre aranyos és gusztustalan. Úgy látom, leráztuk őket. De csak azért, mert az oltalom nem mozgósította a saját erőit. Az a puli biztos ide csődít jó néhány ügynököt. Innentől már minden nehezebb lesz. Oké, és akkor irány haza. Miért? Hát, te magad mondtad, innen már csak nehezebb lesz. Az újság pedig azt írta, Williamsnek új szeretője van. Nincs miért kockáztatnod. Nekem meg aztán pláne. Tudni akarom, igaz-e, és ha igaz, tudni akarom, ki a szeretője. Te kaktusz, hó vége van, igaz? Igen. Hogy ez eddig nem jutott az eszembe? Nem is kell visszamennünk a városba. Nancynek van egy birtok a Chicago határain kívül. Minden hónap utolsó hétvégéjét ott tölti. Biztos most is ott van. Vagy ha még nem, akkor bármikor megérkezhet. Gyere, kaktusz! Nem biztos, hogy... Gyere már! Gondolod, jó ötlet volt betörni? Ez nem betörés. Hogy ne volna az? Először is nem erőszakkal jutottunk be, hanem a pótkulccsal. Másodszor pedig az én titkos kis házam is. Legalábbis volt egy időben. Szóval lényegében a saját ingatlanomba jöttünk be. Hát ez nagyon cuki logika. De valahogy továbbra is alamuszi csibésznek érzem magamat. És továbbra se hiszem, hogy jó ötlet hivatlanul. Nézd csak, kaktusz! Ezek a közös képeink Nancyvel. Megtartotta őket. Akkor ezek szerint még sincs új pasi? Ha lenne, akkor az ő képei lennének itt. És por sincs. Tehát...
Na hát. Miért hallgattál el? Csak meglepődtem. Van két kép, ami egyáltalán nem ismerős. Nem rémlik, hogy mikor csináltuk. Pedig fotografikus memóriám van. Lehet megsérült a fejedben valami bizbasz valamelyik csatánál, és véletlen törölte őket a memóriád. Meg lehet. Körülnézek fent is. Lehet Nancy már itt van. Addig maradj lent. Rendben. Te meg mit keresel itt? Mi a... Hogy kerültél oda? Most mentél fel, nem? Ez nem válasz a kérdésemre. Tevin, te magad mondtad, hogy várjak itt, amíg te felmész. Honnan tudod a nevemet? Utoljára kérdezem, ki vagy és mit keresel a házunkban? Újraindultál, vagy mi van veled? Drágám, te meg kivel? De jó ég. Hát ez írtóra cuki. Óvatosan, Nancy. Nem biztos, hogy jó szándékú. Sőt. De hát mi ez? Azt hiszem egy puha. Életre kelt játékok, akik Lurkóbölgyben is Szabrinában élnek. Meg azt hiszem, hercegnő halomban is akad belőlük pár. Ő is gép, mint te. Nem, ő ilyen mágikus. Tudom is én mi. De mit keres itt Hemingwayben? Mit keres náluk? Tevin, ez valami vicc? És miért nem csodálkozik Nancy azon, hogy itt vagy? Mi folyik itt? Úgy látom, hogy még... Nancy... Nancy, állj mögém! Mi a franc? Tevin, miért van belőled kettő? Nincs belőlem kettő. Én vagyok az eredeti. Ő egy ócska hamisítvány. Átvertek, Nancy. Deus biztos beadott egy ócska mesét arról, hogy... Eredeti? Az nem lehet. Nekem azt mondták, bezúztak. Hogy szöktél meg az oltalom börtönéből? Segítettek a... Várjuk. Te... Te tudtad, hogy... Hogy az nem én vagyok? Tudtad, hogy az egy másik Tevin? Persze, hogy tudtam. Én kértem. Mikor feláldoztam magam, érted? Te simán lecseréltél. Azt a hírt kapta, hogy megsemmisültél. Mégis mit kellett volna tennie? Zárkába vonulnia? Maradj ki ebből, te ócska hamisítvány! Ó, de nagy a szád, ócska! Na most ki az ócska vas, te szarházi? Tevin, meg tudom magyarázni. Én feláldoztam a szabadságomat, hogy te tiszta maradhass. És ezt te úgy hálátad meg, hogy csak úgy lecseréltél? Nem lecseréltelek, gyakorlatilag ő is te vagy. Én azt hittem, többé nem látlak, ezért kértem egy... Kértél egy új Tevint? Hát nem érted, mi a bajom? Te nem pusztán új kapcsolatot kezdtél? Az is fájna, mert szerettelek. De te belőlem kértél egy másikat. Mert annyira szerettelek, hogy... Dehogy szerettél! Neked én csak egy pótolható tárgy vagyok. Elromlott a régi Tevin. Semmi baj, veszünk egy másikat. Ugyanúgy néz ki, jó lesz az is. Egy kibaszott csecsebecse vagyok, ami pótolható. És nem egy érző lény, igaz? Hogy kérhetél belőlem egy másolatot? Hogy? Tevin, bazd meg, te egy gép vagy. Egy tárgy vagy, érted? Egy tárgy. Nem tárgy vagyok, hanem ember! Várj! Ne tégy olyat, amit megbánhatsz. Neked volt igazad, Kaktusz. Nem volt miért kockáztatni. Ég veled, Nancy Williams. Ne, Nancy! Bocsáss meg! Nem tudtalak megvédeni! Nancy! Bocsáss meg! Nem tudtalak megvédeni! Ne, Nancy! Bocsáss meg! További híreink. Ma hajnalban Nancy Williams elnök asszony váratlanul lemondta Arkham-i találkozóját. A találkozón Arkham elnökével, Wyndham Rotundával folytatott volna diskurzust arról, hogy az első törvénykönyv reformokra szorul-e vagy sem. Rotunda elnök úron kívül Kevin Conroy Arkham honvédelmi minisztere és a köztiszteletben álló Armitage professzor is részt vettek volna a meghiúsult találkozón. Mindhárman sajnálatukat fejezték ki. Azt azonban homály fedi, hogy szeretett elnökasszonyunk miért gondolta meg magát az utolsó pillanatban. Kaktusz mindent elmesélt Vítónak. Ha gondolod, Vító segíthet? Kikapcsolhatja az érzelmeidet, esetleg törölheti a memóriádat, vagy... Nem! Emlékezni akarok. És érezni. De nem akarok ostoba sem maradni.
Valóban segíteni akarsz, Vito? Persze. Akkor adj még fejlesztéseket. Alakítsd át a külsőmet. Rémisztővé és tiszteletparancsolóvá akarok válni. Nem akarom, hogy az a szánalmas, hőszerelmes nézzen vissza rám a tükörből. Azt akarom, hogy mindenki féljen tőlem. Rettegjék a haragomat, érezzék a dühömet. Te vázlista, rengeteg fincsi dolgot beléd építhetünk. Bátorvári minigán, lángszórók, utópiai plazmaágyú. A fejed pedig úgy fog kinézni, mint egy aranyozott emberi koponya vörös szemekkel. A tested hatalmas lesz. Egy pusztító gyilaggép leszel. De mondd csak, szerelmes szerkezet. Valóban ezt akarod? Igen, csináljuk. Uraim, ismerjétek meg az új Devin. Devin? Az, amit már semmit sem jelent nekem. Új külső, új jellem, új név. Mától hívjatok úgy, Titan. Vigyázz! Visszatér a feledésből. Úgy! De ne félj! Sose félj! Anya! Álmos! Álmoska, jól vagy? Mi a baj? Miért sírsz? Én... Kaktusz, én... Vito jól hallotta? Álmos sír? Mit csináltál, Kaktusz? Még hogy én? Semmit! Nem miattam sír! Ugye? Nem Kaktusz bántott, Vito bácsi. Csak rosszat álmodtam anyukámról. Ó, Vito érti. Szegény kék kis ördög. Nincs semmi baj. Azt mondta, sose félj, de én féltem, mert volt ott valami fehér fény, és egy nagyon csúnya és erős bácsi tört ki belőle. Körbevette egy csomó tanklovak, meg szörny és vörös hajú néni. De Álmos, ez a csúnya bácsi arany és vörös színű páncélban volt? Igen. És koponya trónon ült? Igen. Honnan tudod? Kaktusz kifelé. De hát... Kifelé! Semmi baj, pici Álmos. Csak egy álom volt. De... Elég izgalmas álom. Mesélj még róla. Vito figyel. Hangjuk adták. Sipka Gábor, Gégeri, Kovács Bálint, Zafar Amin, Fekete Dani, Bonivárt Fanni, Pataki Veronika, Újlaki Tamás, The Ravencrocs Bandi, Orton Vivien, Tony Bariton. Borítóterv Kincses Dóra. Főcímzenét szerezte Gál András. Az Ancient Power-t szerezte Nagy Gábor. A hangot keverte Barát Áron. Hangjátékunk 2023-ban készült. Köszönjük, hogy meghallgattad hangjátékunkat. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót és nyomd be a kis harangot. Ne felejtsd el megnézni a leírást is, mert mindig érdekes linkeket osztunk meg veletek, például az aktuális szereplők saját YouTube csatornáit. És amennyiben ez volt az első Kolcsvilág epizód, amit meghallgattál, ajánlom figyelmedbe a régebbi adásokat is.